Beindult a brüsszeli gépezet Magyarország ellen. Egyre több baloldali, liberális és zöld politikus követeli egyre hangosabban, hogy fosszák meg Magyarországot attól a jogától, hogy jövőre a második fél évben betöltse az uniós soros elnöki posztját. Az Európai Parlament jövő héten el is fogadná erről egy határozatot. Gulyás Gergely szerint ennek nincs jelentősége. Kovács Zoltán államtitkár pedig leszögezte, Magyarország 2024. július 1-től soros elnök lesz, és olyan témákat fog elővenni, mint a bevándorlás, a béke és a családpolitika. Az Európai Parlamentnek ilyen hatásköre nincsen. Az Európai Parlament hatásköre nem terjed ki arra, hogy eldöntse, lehet-e Magyarország 2024. júliusától az Európai Unió soros elnöke vagy sem, szögezte le Gulyás Gergely a Kormányinfón. A miniszterelnökséget vezető miniszter reagálva az EP határozat tervezetére, amely megkérdőjelezi, hogy Magyarország képes lesz-e jövőre hitelesen ellátni az EU tanácsának soros elnöki tisztségét, azt mondta, annak nem lesznek következményei Magyarországra nézve. A következménye ennek a minden bizonnyal majd elfogadandó határozatnak az annyi, mintha az azeri parlament döntene hasonlóan, de nem akarnám az azeri parlamentet azzal megsérteni, hogy az Európai Parlamenttel hasonlítom őket össze. A határozat tervezetet a középjobb, a baloldali és a liberális frakciók támogatják. A képviselőcsoportok azzal fenyegetik az Unió állam és kormányfőit tömörítő Európai Tanácsot, hogyha nem találnak megoldást az ügyre, akkor az EP fog közbeavatkozni. Mostanra az is kiderült, hogy Cseh Katalin az egyik élharcosa annak, hogy példanélküli módon elvegyék Magyarországtól ezt a felelősségteljes megtiszteltetést. A kormányt folyamatosan bíráló Daniel Freund EP képviselő mellett a családi vállalkozásai révén uniós támogatási botrányba keveredett momentumos politikus az egyik előterjesztője a határozat tervezetnek. Ha Magyarország nem tesz intézkedéseket a jogállamiság javítása érdekében, akkor szerintem alkalmatlanok arra, hogy 2024-ben az EU soros elnökségét betöltsék. Ezt már Malina Björktől idézi a Mandiner. A baloldali svéd EP képviselő azt is mondta, ha a tanács nem tesz lépéseket, akkor szeretném, ha mi az EP-ben határozottan lépnénk. Például úgy, hogy nem hívjuk meg a magyar minisztereket a bizottsági munkára és az ülésekre. De a Mandiner idézi a hazánkat korábban bíráló jelentés névadóját, Gwendolyn Delbos Corfieldet is, aki a mostani üggyel kapcsolatban azt mondta, komolyan aggódunk amiatt, hogy a magyar kormány képes-e vezetni az EU tanácsának elnökségét és betartani az európai értékeket. Nem tetszik nekik, hogy Magyarország békepárti és bele akarják kényszeríteni Magyarországot a háborúba. Kovács Zoltán szerint ez az egyik fő oka annak, hogy az Európai Parlament támadja Magyarországot. A nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár a közösségi oldalán azt írta, a magyar kormány azonban nem enged a nyomásnak, kitartunk az álláspontunk mellett. Ez a háború első pillanatától fogva világos. Magyarország békét és azonnali tűzszünetet szorgalmaz, mert csak azzal lehet megmenteni az emberi életeket. Hozzátette, Magyarország az Európai Unió teljes jogú tagja. Már korábban is ellátta az Európai Tanács soros elnökségét, és így lesz ez 2024-ben is. Kiemelte, olyan fontos a bevándorlás pártiak számára nem kívánatos témákat kívánunk napirendre venni, mint az európai demográfiai kihívások, a migráció helyett a családpolitika. Félnek. Az Európai Parlament frakciói azért tarthatnak a soros magyar elnökségtől, mert Magyarország kiáll a hagyományos, a múltban gyökerező értékek mellett, míg Európa elbizonytalanodott, mondta Pálfalvi Milán a Nézőpont intézet elemzője az M1-en. A család intézményét nem védik oly módon, mint ahogy Magyarországon a magyar kormány védi a család intézményét. A migráció kérdésében hoztak egy olyan döntést, amivel kapcsolatban a mai napig hát küszködnek a következményekkel, és ott van még a gender kérdés, ami szintén egy olyan probléma halmazt generál az Európai Unióban, Európa szerte, amivel nagyon nehezen fognak tudni bármit is kezdeni. Cseh Katalinról szólva kifejtette, ő is, ahogy pártja a Momentum, és a dollár baloldal valamennyi pártja magyar ellenes politikát folytat.